Még áll a karácsonyfa az Aranyhíd Nevelési Oktatás és Integrációs Központban. Sőt, rengeteg ajándék került a fa alá. Csocsóasztal, plüsállatkák, labdák és tornaszőnyeg is. Az adományt szerdán vehették át a gyerekek és a pedagógusok. Különböző érzékszervi fogyatékosságoknak megfelelő játékok, aztán, hogy a másik végletet mondjam, a gyümölcs, ami nekünk nagyon fontos, és kapunk az intézményben elég gyakran, vagy rendszeresen gyümölcsöt, ingyen az iskolák kapnak, de azért nem mandarint, nem banánt és nem narancsot. A finomságok mellett mozgáskoordinációt fejlesztő és logikai játékok is kerültek a fa alá a cégcsoport szombathelyi munkatársainak jóvoltából. Tavaly évvégén a szokásos bulinkon jött az ötlet, hogy ne egymást ajándékozzuk meg, hanem segítsünk másoknak. Abból indultunk ki, és kiválasztottuk ezt az iskolát. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó helyre kerülnek az ajándékok. A most átadott adományok közel 1 millió forintot érnek. Ez volt az első, de nem az utolsó ilyen akció, ugyanis a tervek szerint rendszeres lesz az együttműködés. A cég a jövőben is igyekszik segíteni a rászorulóknak.